Mit tegyünk a gyülekezetben, ha felmerül a generációk közötti feszültség? A gyülekezet egyik különlegessége, hogy sok generáció találkozik benne. Idősek, középkorúak, fiatal felnőttek, tinédzserek és kisgyerekek vannak együtt, ez pedig adott esetben feszültséget okozhat. Pál a Timóteushoz írt első levélben sokat tanít arról, hogyan forduljanak egymás felé a generációk. Pál szerint a nálam idősebbet vagy fiatalabbat úgy kell látnom, mintha a saját családom tagjai lennének. A családias légkör azt jelenti, hogy családtagként szeretjük egymást, és ebbe belefér akár az is, hogy tisztelettel fogalmazunk meg kritikát a másik felé. A gyülekezet különféle generációi tehát jól teszik, ha családtagként tekintenek a másik testvérre.